Főként a közlekedéssel és útfelújítással kapcsolatos kérdések érkeztek a lakosságtól a képviselők felé szerda délután. Lakossági fórumot tartott Székesfehérvár belvárosának jelenlegi és megválasztott önkormányzati képviselője a Városháza dísztermében. Szabó Bakos Györgynét még 2019-ben választották meg önkormányzati képviselőnek. Elmondása szerint különleges ciklus van a háta mögött. Ilyen még nem volt, ilyen ciklus. 3 év költségvetésre megborulva, kiesett a fejlesztésünk 3 éven keresztül, minden tolódott, tehát nagyon nehéz évek voltak. Tényleg a város üzemeltetése volt az elsődleges ezekbe az évekbe, amit az önkormányzat meg tudott valósítani úgy, hogy nem kellett hitelt felvenni. Ez köszönhető annak, hogy azért az előző évek takarékos gazdálkodása miatt volt tartalékkerete az önkormányzatnak, és nagyon minimális megvonásokkal tudtuk átvészelni ezt a 3 nehéz évet. Lerner Zsolt megválasztott önkormányzati képviselő szerint a következő ciklus egyik legfontosabb célja és törekvése a zöldítés lesz. Most elmúlt nyáron is megtapasztaltuk, hogy milyen az, hogyha 40 fokban viszonylag kevesebb a zöld. Hát az biztos, hogy pedig rengeteget teszünk a zöldítés érdekében, például a török udvar, ha mást nem is mondok most idén áprilisban itt a belvárosban, ami elkészült, vagy akár az országzászló térnek a platánfái, azok nagyon jó hűvöset adtak. Tehát erre biztos, hogy a belvároson kívül is, tehát a 3 költőtéren, tehát a Pilinszky, Radnóti, Csanádi térre gondoltam, akkor mindenféleképpen fontos a Prohászkó Tokár úton megőrizni a Gyümölcs utcában. A Gyümölcs utcában közös levélgyűjtő akciót is szervezne majd a megválasztott képviselő.